az idén 165 éves Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara február 19 és 22 között rendezi meg az Idegenvezetői Világnap Európa legszebb fővárosában című rendezvényt. Vendégem Szatmári Él Angéla, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi tagozatának elnöke. Kezdjük között. Üdvözlöm Önöket! Na hát akkor az Iparkamarának ez egy szép jubileumi év amúgy is, amihez passzol egy ilyen jellegű rendezvény, gondolom. Igen, ez egy nagyon kedves rendezvényünk. A Kamara most már 15 éve csatlakozott a világban mindenütt megrendezendő idegenvezetői világnaphoz, és bár eredetileg ez csak egy nap, 22-e vasárnap kéne, hogy legyen, hisz általánosan az idegenvezető világnapja. Így van, nálunk 4 naposra bővült a program, több mint 100 sétával, több mint 60 buszos úttal, 8 hajóúttal, bringóhintóval, és természetesen gondoltunk a mozgássérültekre, és mozgássérült buszokkal, és ami idén elsőként jelenik meg, 3 villamos vonalon is önálló idegenvezetés van, a 2-es villamos vonalán, hisz az a világörökség része. Eleve a világ egyik legszebb villamos vonala, így van, hanem legszebb. Így van, amellett a 4-es, 6-os vonal, ami viszont Budapest első villamos vonala, és csodálatos részeket érint idegenforgalmi szempontból, turisztikai szempontból, csodálatos történelme van, zenetörténete, tehát egy egész úton végigmenő idegenvezetés lesz. Tehát egy ilyen kulturális, a kulturális körülállásokat is akkor ott elmondják az idegenvezetők, tehát ahogy ez kell, akkor mindenről beszélnek az adott helyen. Igen, ez a villamosvonal kimondottan végig idegenvezetésre megy, és a 19-es vonal izén csatlakozott hozzánk, az pedig ugye az új Várbazár, és az a csodálatos, szintén világörökség részeit bemutató Dunapart másik oldala. Ezt hogy kell elképzelni, hogy felszállok a villamosra, és ott van egy idegenvezető, aki mondja, hogy éppen hol járok, hogy mi történik, vagy ilyen, hiszen ezek azért olyan villamosok, amik ugye elég jelentős forgalommal bírnak. Igen, vasárnap meghatározott időpontban, ez az időpontok a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján megtalálhatók, kimondottan idegenvezetéssel indulnak, arra jönnek, és végig csak idegenvezetés van a vonalon. Aha. De utazni is lehet. Természetesen. Kap egy kis pluszt. Így van, közben. Ez a vasárnap, ez a február 22. Igen, február 22. Ami a központi napja a rendezvény. Igen, ugye? A központi rendezvénynek a bálna ad otthont. Ott lesz egy kézműves vásár, onnan indulnak a buszok, onnan indulnak a hajós túrák nagy része, és lesz egy olyan bemutató, amely Magyarország többi turisztikai desztinációit is bemutatja. Csütörtökön meg lesz egy olyan konferenciánk, amely a szakmába érintetteknek a megbeszélése, hisz az egyik célunk az, hogy az idegenvezetést próbáljuk valóban arra helyére tenni, ahova való, hisz az idegenvezetők komoly kutatómunkát végeznek egy-egy út összeállításával, és igazából még ezek a speciális utak nem nagyon találhatók meg a magyar, illetve a budapesti idegenforgalmi palettán, holott csodálatos értékekkel bírnak. Hol van a helye most ennek a szakmának, hogyha már mondta, mennyire van rangja és mennyire népszerű szakma? A Kamaránál egy nagyon komoly idegenvezető képző központ működik. Egy picit nehéz helyzetben vannak ugye az internetes világba, míg telefonról is lehet idegenvezetést kérni ma már, és nagyon sokan, akik felületesen nézik, csak meg azoknak elegendő. De valójában, aki eljön egyszer, és erről is szól ez a nap, és megnéz egy ilyen például Móra Ferencről szóló programot, vagy megnéz egy Pál utcai fiúkat, vagy az Oszmán-török birodalmat, budapesti nevezetességeken keresztül bemutató programot, az utána egész másként látja. Ez egész város behálózza ilyen értelemben? Ez a 4 nap? Az egész város idegenforgalmival nevezetes részeit behálózza, egészen Budafokig, sőt Újpestnek el kell mondanunk, hogy tervezés alatt van, jövőre már egy olyan programunk is lesz, amely kimondottan az állami áruháztól a Megyeri csárdáig, hisz a Megyeri csárda volt a Budapest határa, és ugye történelmileg jelentős hely, és azért van egy csodálatos Váci útja, ahol olyan ipartörténeti csodák vannak, amit egy ilyen útnál már idén szerettünk volna bemutatni, csak az engedélyezések, ide a bejutások egy kicsit nehézkesek, de jövőre ezt az utat is be fogjuk indítani. Hogy lehet jelentkezni ezekre a programokra? Előzetes regisztráció szükséges?
Én kérjük az ide előzetes regisztrációt, a BKIK, www.bkik.hu honlapon meg lehet találni. Azért kérjük, mert lehet csatlakozni, csak ha látjuk már előre, hogy mondjuk 100 fölé ér a jelentkezőknek a száma, igen, akkor meg tudjuk osztani még időbe a programokat, és nem egy, hanem két utat is tudunk indítani. Tehát így van limit, hogy akkor önöknek kell szervezésben gondolkodniuk, vagy követniük a létszámot. Igen, mert tavaly több mint 100 000 vettek részt a rendezvényen, és tapasztaltuk, hogy ha túl nagy létszám, akkor egyrészt nem igazán élvezhető, és nagyon sok intézményt érint, múzeumot, zeneakadémiát, operát, ahol ugye meghatározott létszámmal tudunk csak egy-egy idegen vezetést. De ez azt is jelenti, hogy a szervezés ilyen értelemben még nehezebb, hiszen különböző kulturális intézményekkel, közlekedési vállalattal, stb. Nagyon sok ilyen szervezetet kell egyeztetni. Nagyon pozitív a véleményünk. A múzeumok, a különböző zenei intézmények, a BKV, a fővárosi önkormányzat, a Turizmus ZRT, a Mahart Passage, tehát azok a cégek, akik érintettek ebbe, mindegyikük tényleg segítőkész, és együtt lehet velük nagyon könnyen dolgozni. Van-e kiemelt célcsoport? Tehát ez például szól-e inkább külföldi turistáknak, vagy nem Budapesten élő turistáknak, vagy aki itt tölti a mindennapjait, annak is érdekes lehet? Mi szeretnénk minden réteget elérni. Nagyon sokan jönnek a budapestiek közül, hisz ez nem egy olyan városnézés, amit ők minden nap látnak, igen, hanem valóban speciálisan egy-egy területet mutat be történelmileg, zeneileg, irodalomba, viszont várjuk, és nagyon sokan jönnek olyan beutaztatott cégek is, amikor szeretnénk elérni, hogy valóban Budapest turizmusa ezekkel az utakkal is tudjon bővülni, olyan értékek, amit nem szabadna elveszni, és egészen más, mint előbb mondtam, egy ilyen elektronikus vagy idegenvezetés. Tehát ahogy mondják a címben, Európa legszebb fővárosa, legalábbis ugye ez a rendezvény címe, Európa legszebb fővárosa. Így van, idegenvezetőink, és a mi számunkra az, és nagyon keveset tudunk róla. Igen, meg hát ha az ember valahol nap mint nap elmegy, akkor nem biztos, hogy észreveszi azokat a szépségeit, meg értékeit, amik valóban itt rejlenek, tehát akkor a budapestieknek is ajánlják ezt, és ami az pedig idegenvezetői világnap Európa legszebb fővárosában, február 19 és 22-e között, 22 a főnap. Elmondtuk már a honlap címet, ahol meg lehet találni részletesebb információkat is, ahol regisztrálni lehet. Az Iparkamara kereskedelmi tagozatának elnökének köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezt nekünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.